santorsi pályázatokkal az történt, ami egyéb pályázatok esetében is. Ez eddigi egybérlő helyett sokkal többen kapnak lehetőséget, egész konkrétan az egybérlő helyett 8 bérlője lesz ennek a területnek, akik mind helyi gazdálkodók, állattartók, tehát ilyen szempontból a pályázat teljesen megfelel azoknak a feltételeknek, amelyet mindig is hangsúlyozni szoktunk. Hát az már egy érdekes része a dolognak, hogy a sajtótájékoztató tartói, a Kárányán József, akár Ács Sándorné mindig a helyi termelők mellett, illetve a kisebb gazdaságok mellett kampányolnak. Hát most a 450 hektáros birtok, amelyet több éve használnak, vagy évtizede használnak, az most pontosan ennek megfelelőképpen osztik el a helyi termelők között. Nagyon bízunk benne, hogy olyan termelők fogják megkapni ezeket a földeket, akik a jógazda gondosságával és a kormány stratégiájának megfelelően fogják ezt használni. Erre garancia a pályázati rendszer. Egyéb elhangzott dolgokról, hogy az amerikai nagykövet hogy kerül a magyar földbérleti rendszerbe, ezt én inkább nem kommentálnám, de úgy hallottam, hogy az amerikai nagykövetet is be kívánják vonni. Ugyanakkor GMO behozásával vagy bevezetésével vádolják meg a magyar kormányt, illetve a minisztériumot. Ugyanakkor tudjuk, hogy a GMO-nak az ászlóvivője az az Amerikai Egyesült Államok, illetve ezeknek az itt található cégek. Hát a kettő nem nagyon egyeztethető össze, és hát sok egyéb dolog elhangzott még ott. Aktív politikusokat, közéleti embereket, szakembereket vádoltak meg. Én azt gondolom, hogy ezt mindenkinek magának kell eldönteni, hogy meddig megy el a vádaskodásban, illetve mennyire feszíti túl azt a húrt, amely azt gondolom, hogy már most is meglehetősen feszült. Azt is tudni kell, hogy az eddigi bérlő, a kishantosi központ 29 millió forintos tartozást halmozott fel a Nemzeti Földalappal szemben, amelyre egy részletfizetési kedvezményt kapott, tehát mindezt összevetve úgy ítéljük meg, hogy sokkal jobb tulajdonosai, illetve használói lesznek ezeknek a földeknek, mint volt az eddigi bérlő.